sínes ruhák, a valóságban VS rajtam. Akarom mondani, a weboldalon, illetve rajtam való életben. Na, ez az. Nem tudok pofázni, mint egy vadliba. Kezdjük is az első darabban a rucival. Ez ilyen kis rücskös anyaga van, ultra puha. Egy réteg, tehát ebben neked nem kell kettő, mert az egyből van. Egy incurka-pincurka végkivágás van benne, de nagyon jó snatch the body, jól néz ki a testjödön. Az a jó, hogy tud nyúlni, nyúlékony anyaga van, tehát ha bezabálsz karácsonykor, vagy ünnepekkor, vagy akármikor, felveszed és bekajász, nem kell fosni, van helyet takatni, úgyhogy ez teljesen jó. Úgy, ez nagyon, nagyon tetszik ez a kis kék színe, így néz ki egészen a közelről, mint látjátok, egy SS méretet elteltem. Belinkelem nektek, így néz ki a weboldalon, itt találjátok meg a Shein oldalán, illetve ez a kódja, ha az SKU kód alapján akarjátok keresni, már ezt a kódot beírjátok is, kiadja a ruhát. Úgyhogy ez lenne első ruhadarabunk. Shein, ez egy 10/10-es, én ebben nem találtam hibát. Úgy néz ki, mint a weboldalon, a méret az pont ugyanaz, mint amit a weboldalon leírnak. Kényelmes, szép, csinos, könnyen lehet mosni, nincsenek rajta lukak, meg ilyen cafatok, úgyhogy ez egy definitely a keeper, ezt abszolút megtartjuk. Következő ruhadarab lenne ez a rózsaszín melegítőszet. A fiatalabb koromban azt mondja nekem valaki, hogy rózsaszín ruhákkal leszek tele. Há, kiröhögöm, most sötét korszak volt. Ez lenne itt ez a kis fényes rózsaszín alakja, van kis gumírozott, van benne kettő bazinagy zseb a lábikóján, és az alja is ilyen kis gumírozott, illetve van a hozzápasszoló kis kapucni, és ez ilyen kroptopos felső, nem tudom mennyire látjátok, ebből rendeltem egy MS méretet, mert szerettem volna egy kicsit olyan lassabban nyomni, de amúgy a méretezés megfelel az interneten leírtaknak, és pont ugyanúgy néz ki, mint a képen. Ez lennék én felpróbálva ezt a szettet. Szerintem ultra cuki, nagyon kényelmes, én ezt nagyon szeretem. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek szeretettel, meg mindennel, meg csokival, meg kakaóval, lehet benne pózizni. Ez nem az a kifejezetten az a meleg, csak ez a így ősszel vagy tavasszal, amikor még nem vagy az a kis egyszer tompa, de valami kis melegítőben dzsavásznál otthon, arra jó. De alapvetően ez egy nagyon cuki kis szett. De miért tudnám elképzelni valami meleg a pólóval alatta a repülőgépen? Kis laza, kis utazósba. Na de nem pofázok többet, hallok is a következőre. Következőnek lenne ez az óriás bőr Jackie. Ez majdnem leér nekem egészen a bokámig, hogy én valahogy egy ilyet fölveszek, én erre nem gondoltam volna. Így néz ki egészen közel az anyja. Hát ez a tipikus műbőr materiál. Van rajta ez a kis összekötöző, tehát ez nem gombos cipzáros, én kis kötözője van, mint a fürdőköpeny, tudod. És aztán ennek nincs zsebikéje, ami miatt nagyon szomorú vagyok. Ja, ennek nincs zsebikéje, ami miatt szomorúak vagyunk, de amúgy ez is egy nagyon kis menő darab. Szerintem úgy őszre átmeneti kabátnak, amikor ilyen dárkos vibe-od van, akkor szerintem ez tök jó. Ezen a következő darab a Shein ruhákból. Ugyanúgy néz ki, mint a képen. A varrás is szépen meg van csinálva, nem ez az össze-vissza tapatolt, összedobok valami most. Úgyhogy nekem ez bejön, én is szeretem. Ezt már mindenféleképpen megtartjuk. Weboldal rajtam, itt találjátok meg, illetve még mindig folyamatosan kirakom nektek a kódokat. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó darab, én ezt szeressük, ez jó, ez pucsi-pacsi marad. Következő darabunknak lenne itt ez a fehér felső. Ezt azért nem tudom megmutatni, mert ez pont tegnap volt rajtam, és ahogy nyaltam a fagyit, pont lenyaltam a fagyit magára a töltsőről, és végigurult a testemen, a hajamon, meg a mindenen. Úgyhogy ez mosásban van, de ezt nagyon szeretem, ezt ma hordom. Nagyon tetszik ez a kis kocka alakú kis kivágás magán a felsőn, illetve ezeket a budgyos ujjakat én nagyon szeretem. Megint kis crop topos, de tök kényelmes az anyaga, könnyen ki lehet mosni, könnyen ki lehet vasalni. Pont ugyanúgy néz ki, mint a fénykép, mint a képen az interneten, és a mérettávlatot is teljesen megfelel a valóságnak, úgyhogy ez egy 10/10-es, az ilyen pólókkal én tele vagyok, nagyon szeretem, nagyon kényelmes. És hátul, ahogy látjátok, ilyen kis gumírozott, és elől van egy kis összerottyantva a cickoknál, hátul meg ilyen kis gumírozott, úgyhogy ebben nincsen semmi gomb, meg
főbzár, gumírozott, de nagyon kényelmes, úgyhogy ez is egy 10/10-es, ezt is. Végezetül, és utoljára pedig jöhet a felső, ez a felső, mint láthatjátok, én ezt magyaráztam is, hogy még ha óriás cicmókjaitok is van, ez teli van merevítővel, az olyan szinten megtart, minden szerintem kettő dinnyét bepakolt, nincs probléma, megtartja. Nagyon szép kis V-alakú, nem kivágás, hanem ilyen lemenetel van benne. Nem tudom hányan. Nagyon az anyaga, nem mentek ezzel olcsón, more. Van ez a kis hálós anyag kívül, és akkor alatta van ez a bézs színű, ki elől is, meg hátul is. Itt legfelül van neki ez egy kis szilikonos rész, csak elől. Ebből S-es méretet rendeltem, és hátul is teljes, annyira szépen ez el van dolgozva. Én esküszöm, Shein egyre jobb cuccokat csinál. És így néz neki hátulról, ilyen lenne, amikor össze van cipzározva. És mint láthatjátok, van ez a kis, jobban látszódik innen hátulról nézve. Látod, én kis V-alakba elől lemegy. Kis cuki bogárka, így néz ki, és látjátok, tele van melegzővel. Teli van merevítővel, de amúgy kényelmes benne leülni meg minden. Ebben annyira nem tudsz sok pizzát tenni, mert azért... De azért elég kényelmes, meg egy picikét rugalmas is az anyag. Így néz neki felpróbálva, nagyon romantikusnak is testemen, és itt találjátok meg a weboldalon, illetve ez a kódja. Úgyhogy... Nekem ezek a ruhák nagyon bejöttek. A leírásba betettem nektek egy kódot, remélhetőleg működik, ha bármi probléma van a kóddal és nem működik, szóljatok nyugodtan, megnézem, hogy mi a szituáció. De ezek lettek volna a legutóbbi sínes ruha haul a Shein legutóbbi kollekciójából. Az összes egy keeper, az összeset megtartom, mert az összes jó, az összes tetszik, és az összes pont olyan, amit képzeltem, úgyhogy thumbs up neked, Shein, megyen a kivegyületbe. Shein-ről úgy tudtak rendelni, hogy előreutalásra, csak is kizárólag előreutalásra tudtak, és olyan 3 nap és 3 hét között szokott nekem megjönni a ruha a Shein weboldaláról. Az applikációban is, meg a weboldalon is, meg e-mailben is értesítést kaptuk, hogy hol tart, nagyjából mennyi idő alatt érkezik meg a ruha. A customer service-ben meg tudjátok kérdezni, a segítségre van szükség, elég hamar szoktak azért ott válaszolni. És ha megrendeled, és nem kaptad meg az üzenetet, hogy elküldték, akkor ugye megrendeléstől számított egy pár órán belül még tudod törölni is, tehát tudod törölni az a rendelést, és vagy megkéred, hogy küldjék vissza a pénzedet, vagy megkéred, hogy helyezzék fel erre az online pénztárcára, ami neked Shein-en van, és akkor később levásárolod. Tehát ha meggondoltad magad is, nyugodtan tudod törölni, illetve kérdezgetni, hogy mi a szituáció ruhával. Ha a ruha hibásan érkezik, akkor vissza tudod küldeni, vagy általában azt mondják neked, hogy tartsd meg a ruhát, és visszakapod érte a pénzt, és akkor azt megint az online Shein weboldaladon, ez a kis pénztárcába visszautalják a pénzt, amit később fel tudsz használni. De ez megint te döntöd el, hogy visszaküldöd, megtartod a ruhát, elfogadod a pénzt, van rá opció. Ha van további kérdésetek a Shein-nel kapcsolatban, nyugodtan tegyétek fel. Az összes ruha pont úgy néz ki, mint a fényképen volt, ezek közül a ruhák közül már ott is már lehet ülni, de ez pont ugyanúgy nézett ki, mint a weboldalon. A méret is teljesen klap volt, pont ugyanúgy, mint a weboldalon. Úgyhogy majd 10 percet ruhát nagyon bejöttek ezek a ruhák is. És neked megköszönöm szépen, hogy végignézted a videót. Puszi, pacsi, legyen szép napot, és találkozunk a következő napjóvában. Szia, puszi, pacsi!